Ruff Bálint vagyok, ez a Vétó második évadának második adása, ezentúl szombaton fogunk jelentkezni. A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy milyen hely ma Magyarország, milyen politika van, és hogyan lehetne jobb élni Magyarországon, mik azok a területek, ahol bajba vagyunk, ami hosszú távon szükséges, hogy javítsunk rajta, hogy vagyunk ma, hogy élünk ma, és hol élünk ma. De mielőtt erről kezdenénk beszélgetni, egy kis házi feladat, vagy egy házi teendő. Az előző adásban az AWS Research adatait mutattuk be, és hiba került a gépezetünkbe, rossz hónapot írtunk az adatokhoz. Egyébként az adatoknak a értelmezése ugyanúgy áll, mint ahogy a március adatokban is volna. Valóban van egy Fidesz, az AWS Research szerint egy Fidesz csökkenés, akik azonban nem az ellenzéki szavazókat gyarapítják, hanem a bizonytalanok közé vándoroltak el. Azóta van újabb felmérés is, másik intézettől is. Ezeket, hogy mondjam, kritikával fogjuk kezelni a következő időszakban, de időről időben vissza fogunk arra térni, hogy a különböző intézetek hogyan mérik a különböző pártokat. A mai adásban Pap Szilárddal, a Partizán szerkesztőjével látjuk vendégül Filippov Gábort, politológus történészt, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És azért hívtunk meg, mert egyrészt nagyon régen szerettük volna, hogy megjöjjél ide hozzánk a műsorban, mert egy olyan tudásnak a birtokában vagy az Egyensúly Intézettel együtt, ami szerintem unikális Magyarországon. Nem a napi dolgokkal foglalkoztak, hanem hosszú távú elképzeléseket próbáltok a teljes magyar nyilvánosság számára a közönségnek elmondani, magyarázni, az asztalra tenni. Ez nagyon fontos szerintem abból a szempontból, hogy így az elmúlt 13 év alatt elvesztünk abban, hogy mindig a napi dolgokra próbálunk fókuszálni, nem csak a kormánypárt, hanem az ellenzék is. Igazából nagy víziók nem nagyon vannak. A Fidesz oldaláról látunk valamit, hogy az mennyire vízió, vagy mennyire inkább totális politika, az egy másik kérdés, amiről szerintem érdemes beszélni. Minden esetre én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egyáltalán politikát lehessen csinálni, annak az első lépése az, hogy miért akar az ember politikát csinálni, mi a távlati célja abban az országgal, ahol lakik, a hazánkkal, és szerintem olyan mennyiségű kérdés és kihívás áll Magyarország elé, amiről szerintem igazán érdemes így beszélni ebbe a körben. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagy. Tudom, hogy nem gyakran jársz el mostanában már szinte semmilyen médiumban. Korábban az életedben sokat szerepeltél, amióta az Egyensúlynál vagy, ott már kevesebbet. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Jó, akkor szerintem vágjunk is bele a lecsóba, vagy csapjunk bele a lecsóba, hogy... Az első kérdésünk az lenne, hogy egy picit fel tudnád vázolni, hogy mik azok az alapadottságok, a magyar társadalom, a magyar gazdaság alapvető adottságai, amiből kiindulva lehet építkezni. Tehát mik azok, amikben erősebbek vagyunk, vagy amikben a mutatók jobb képet mutatnak, és mi az, ami tényleg kihívás, hátrány, probléma. Minket nagyon érdekel az, hogy a tények alapján, az adatok alapján hol áll Magyarország, és ezeknek az adatoknak a fényében próbáltuk megvizsgálni azt, hogy a ma Magyarországon két domináns narratíva közül melyik lehet igaz, vagy esetleg egyik sem. Magyarország egy példamutató és a világ élvonalához tartozó mintaország, amelyet követni szeretne mindenki más is, vagy pedig a nemzet halál felé vágtatunk, és a pusztulás felé tartunk hatalmas nagy sebesség. És az adatok alapján azt látjuk, hogy igazából egyik sem igaz. Hogyha Magyarországnak a helyzetét a nagyon-nagyon sokféle adat alapján, a nagyon sokféle dimenzió szerint jellemezni szeretnénk, egyetlen szóval, akkor ez a közepesség lenne. Tehát Magyarország világszinten egyébként a fejlettebb országok közé tartozik, egyfőre jutó GDP alapján nagyjából a 40. leggazdagabb ország vagyunk, valamivel kevesebb, mint 200 ország közül a világban. Ez egy nagyon jó dolog, a világnak nagyjából a 3/4-énél, hogyha most így gyorsan jól számoltam ki, gazdagabbak vagyunk. A probléma az, hogy a saját kategóriánkon belül, tehát a fejlett országok között, OECD országok, Európai Uniós országok, európai országok. Ott viszont nagyon lefelé tartozunk a fejlettségnek a legtöbb mutatója tekintetében. Magyarország, hogyha a tényleges egyéni fogyasztást nézzük, az Európai Uniónak a második legszegényebb országa, de hogyha az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor is valahol a hatodik helyezett körül vagyunk hátulról. Tehát azt lehet mondani, hogy a saját kategóriánkon belül eléggé a középmezőnynek az aljához tartozunk, ami jelez valamit, jelzi azt, hogy az országnak a történelmi, természeti, gazdasági adottságait kevésbé használjuk jól ki, mint a saját kategóriánkhoz tartozó országok. Itt nem arról beszélünk, hogy holnap lehetnénk-e Svájc, mert ez nyilvánvalóan irreális. Itt az a kérdés, hogy a saját ligánkon belül léphetnénk-e előre. És azért fontos ez, mert miközben megállapítottuk azt, hogy azért a világnak még mindig az élvonalához tartozunk fejlettségben, jólét tekintetében, aközben azt is tudjuk, hogy egy olyan évszázadban élünk, méghozzá olyan egy-két évtizedet élünk most, amikor el fog dőlni az, hogy hogyan rendeződnek át az erőviszonyok, a jóléti viszonyok a világban a következő évtizedekben. Van három olyan nagy trend legalább, a klímaválság, a demográfiai trendek, illetve a digitalizáció és az automatizáció, amelyek gyökeresen át fogják alakítani a következő egy-két évtized során azt, hogy hogyan termelünk, hogyan utazunk, hogyan fogyasztunk, hogyan éljük a mindennapjainkat, hányan fogunk meghalni, milyen jóléten fogunk élni, és így tovább. Hogyha egy történelmi párhuzamot akarnék hozni, akkor kicsit olyan, mintha a 18.-19. század fordulóján lennénk, iparosodik a fejlett világ, áttérünk a kapitalizmusba, és vannak olyan országok, amelyek még fél lábbal vagy két lábbal benne rekedtek a feudalizmusban. Ezekben a történelmi sorsfordító időszakokban dől el az, hogy a következő egy-két évszáz évben melyik országok fognak az élvonalához tartozni, és melyek fognak inkább lecsúszni. És itt nagyon sok olyan országot ismerünk a történelem folyamán, amelyek az élvonalról a sor hátuljára csúsztak, és fordítva. És minket ez izgat nagyon, hogy egy ilyen kritikus fordulóponton milyen fontos beavatkozási pontok vannak, ahol ki lehet billenteni az országnak a vonatját a sínről, vagy nem tudom mi itt a jó hasonlat, és egy felemelkedő pályára lépünk, mert a mostani közepességünk, amivel jól el tudunk evickélni, és itt lehet napról napra menedzselni az országnak a dolgait, ezzel nagyon jól el lehet lenni egy-két évtizedig még. De ez a közepesség a következő évtizedekben az említett tendenciák miatt a fokozatos, lassú lecsúszáshoz lesz elég. Miközben ezek az alkalmazkodási helyzetek, ezek az alkalmazkodási válságok mindig egyben lehetőséget is jelentenek. Tehát amit elmondtam, hogyan fog kinézni a világ, a gazdasági rend a következő évtizedekben, ez egy lehetőség arra, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a teljesen új rendszerben, és inkább a nyertesek közé tartozunk, mint a vesztesek közé. Mielőtt még rátérnénk az, hogy a lehetőségekkel hogyan tudunk élni, lenne egy olyan kérdésem, hogy az elmúlt egy-két évben, egyébként a sajtóban is, például a G7-en erről többet cikkeztek, egy csomó olyan gazdaságtörténeti munka jelent meg, kifejezetten Magyarország kapcsán, ami ezt a relatív pozíciónkat, amit most leírtál, hogy hol vagyunk fejlettségben, egyfőre első GDP-be, tehát a többiekhez viszonyított relatív pozíciónk az, nem tudom, a 19. század óta legalább stabil, attól függetlenül, hogy egyébként milyen különböző szakpolitikai döntések, vagy adott esetben politikai berendezkedések váltakoztak, ami felveti annak a kérdését, hogy ez nem-e egy ilyen beragadt állapot abból a szempontból, hogy egy globális rendszeren belül, annak az összefüggéseiben az a pozíció, amiben mi vagyunk, az a munkamegosztás, amiben mi a globális munkamegosztásban elfoglalunk helyet, az predestinálja ezt a kétharmad középszer pozíciót, és hogy ti erről hogy gondolkodtok, vagy hogy van-e ezzel kapcsolatban bármilyen meglátásod? Létezik egy nagyon befolyásos gondolkodási irány, világrendszerelmélet, függőség elmélet, ami azt állítja, hogy ezek lényegében strukturálisan megváltoztathatatlan viszonyok. Ezt nem egészen tagadva, de némileg árnyalva a közgazdaságtannak, történeti közgazdaságtannak bizonyos irányai azokra a tapasztalatokra fókuszálnak, amikor ez picit megdőlni látszik. Mondok két példát. Mexikó a 20. század előtt, vagy a századforduló előtt, az előző századforduló előtt sokkal inkább a világnak az élvonalához tartozott, és onnan csúszott lejjebb, egyre lejjebb, miközben strukturálisan olyan nagyon sok minden nem változott az ország adottságait tekintve. Ezzel szemben Finnországot még a 60-as években a korai skandináv csodairodalomban is egy ilyen negatív, lefele kilógó rossz tanulóként emlegették, amelyik még akkor is egy agrárország volt, a nagyon rossz medvének a talpa alatt sínlődve. De említhetném Észtországot is, amelyik a rendszerváltáskor sokkal rosszabb pozícióból indult, mint Magyarország. Na most akár Finnországot, akár Észtországot nézzük, azt látjuk, hogy hordoznak a történelemből rájuk rakódott plusz terheket, ez tény és való, de közben a mintaországnak tekintett jóléti társadalmakhoz való felzárkózásnak a tekintetében hát eléggé szépen és látványosan elhúztak mellettünk, és Észtországnak a példáját én azért is szeretem nagyon, egyrészt azért, mert velünk együtt indultak a rendszerváltáskor, sokkal hátrébbről indultak, mint mi, és ami nagyon fontos, hogy Észtország is egy olyan ország Magyarországhoz hasonlóan, amelynek nincsenek nagy természeti kincsei. Nem arról van szó, hogy hirtelen felfedezték az olajat vagy nagy gyémántlelő helyeket, és ebből meggazdagodtak és előrehúztak. Arról van szó, hogy az oroszokkal szemben úgy próbálták megvédeni az önállóságukat, úgy próbáltak észrevehetővé válni az újonnan megnyílt nyugati piacon, hogy elkezdtek abba az erőforrásba fektetni, ami nekik volt, az emberekbe. Észtországnak a példája, Finnországhoz hasonlóan, de lehetne Tajvant vagy Szingapúrt is említeni, annak a példája, hogy a történelmileg adott strukturális kereteket igen jól ki lehet mozogni, és adott esetben a mozgásteret azt tágítani lehet. Ezért kezdtem ezzel, hogy Svájc az nem leszünk holnaptól, tehát nem lehet 600 évnek a történelmét egyszer csak megváltoztatni, de vannak olyan kritikus fordulópontok, ahol lehet ugrani egyet vagy kettőt előre, és ami ennél is fontosabb, meg lehet alapozni azt, hogy a későbbiekben újabb ugrásokat tudjunk bemutatni, és erre tapasztalati példáink vannak. Bocs, nekem két kérdésem van. Az egyik az, hogy amit mondtál, hogy vannak ilyen nemzetileg magukkal hordozott problémák, hogy ezt Magyarországon te miben látod, hogy mik azok, amiket így hordozunk magunkkal, amitől ez a közép lassulás, vagy ez az állapot van. Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy és visszatérve magára a think tankre, mint kérdésre, amit ti mondtok, anyagok, ugye ezek, amit mondtál, ezek igazából ilyen adat alapon működik, hogy kevés ideológia van ilyen szempontból mögötte, hanem jó példák vannak, azt hiszem, hogy ez, vagy inkább, hogy mondjam, tudományosabban van ez megfogalmazva. Mennyire van erre nyitottság szerinted, és hogy mennyire lehet ebbe ilyen nem csak Magyarországra jellemző ilyen, ilyen totálpolitics, vagy totális politikai állapotban ezeknek bármifajta befolyása. Ez két egyébként különböző, de azért van metsző, szerintem van metszéspontja. Hát a magyar történeti fejlődésnek a gyors áttekintését azt szerintem külön adásban érdemes megtenni, de az egészen biztos, hogy a török megszállástól kezdődően egészen a szovjet érdekszférába való tartozásunkig nagyon-nagyon sok pozitív löketet nem kaptunk ahhoz, hogy a világ élvonalához tartozunk. Van itt egy megkésett polgárosodás, van egy megkésett iparosodás, tehát hogy strukturálisan történelmileg eleve rosszabb pozícióban indultunk. Más kérdés, hogy egyébként vannak még olyan kelet-európai országok, amelyek szintén nem nagyon magasról indultak. Itt a rendszerváltás óta eltelt időszakot én nem menteném fel, mert pont a hosszú távú szakpolitikai gondolkodás az egyre kevésbé volt jellemző a rendszerváltástól kezdve. És ez igazából kicsit az Egyensúly Intézet létezésének az egyik legfontosabb indoka szerintem, hogy nincsenek nagyon, és most elnézést, hogy szentimentális leszek, közös álmaink. Tehát az utolsó nagy közös álmunk az az euró-atlanti integráció volt, nevezetesen a NATO és az EU csatlakozás, amely releváns szereplők léteztek akkor a magyar politikában, azok egyetértettek abban, hogy ez Magyarországnak jó lesz, és ezért tenni kell. És a verseny az abban zajlott, hogy ki fog előbb odaérni, ki fogja előbb oda vezetni az országot. Ekkörül is lehet versengeni, nem kell feltétlenül homlokenyeres mást elképzelni arra, hogy mi lenne nekünk jó, főleg akkor, hogyha elég nyilvánvaló, hogy ez jó lenne nekünk. Mi azt gondoljuk, hogy az, hogy most már több mint 20 éve nincs ilyen közös álmunk, az Magyarországnak, ha úgy tetszik, teremtő energiáit visszafogja, és az, hogy egy helyben toporgunk igazából, és választhatunk a középszerűség és a lecsúszás között, az jelentős részben annak köszönhető, hogy ilyen hosszú távú víziók, ezek nem határozzák meg a politika mozgását, hanem mindig a következő ránk omló válságot próbáljuk csak megoldani, és úgy tenni, mintha egyébként nem tudnánk azt, hogy holnap után mi lesz a következő ilyen válság, amit ma kellene megelőzni, de holnap fogjuk megoldani ehelyett. Bocsánat, miért van ez szerinted? Miért van az, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben semmifajta ilyen közös vízió nem született, ebben én egyetértek veled, annyiban talán annyi a kiegészítése, hogyha ezt levetítjük a nép szintjére, akkor mind az EU csatlakozás, mind a NATO csatlakozás, ezek két különböző dolog, de minket ugye népszavazással lett megerősítve, de ez egy másik kérdés, hogy szerintem miért nincsen egy ilyen konszenzusa, akár igény se, hogy legyen egy ilyen közös álmunk, ami valahova az országunkat egy valamilyen pályára rakja. Tegyük hozzá, hogy közben a magyar nép népesség volt a felmérések alapján hosszú időn keresztül az egyik legeurópártibb ország az Európai Unión belül. Mielőtt beléptünk és miután beléptünk, tehát közben ez a konszenzus ez megvolt elit szinten is és a népszintjén is, hogyha úgy tetszik. Tehát ezt szerintem fontos leszögezni. Az egy nagyon jó kérdés, és engem is érdekel, nincsenek rá empirikus kutatások, hogy miért nem a víziók uralkodtak a magyar politikában. Nekem van erre egy olyan tippem, de ez csak az én személyes tippem, mert nincsenek kutatásaink, nemzetközi tapasztalatok alapján gondolom én ezt, hogy az egyre mélyülő politikai polarizáció, aminek nagyon-nagyon sok oka volt az elmúlt 30 évben, de arra nagyon sok bizonyítékunk van, hogy minél egy pontig a konfliktus és az ideológiai szemrálás az fontos, az a demokráciának az alapvető eleme, de egy ponton túl, és most ezt látjuk az Egyesült Államoknak a balsorsában is egyébként, egy ponton túl a politikai polarizáció az ártalmas, káros, visszafog, sőt, empirikus kutatások vannak arra, hogy egy ponton túl a szélsőséges polarizáció az a szakpolitika alkotásnak a minőségét is rontja. Nagyon sokféle csatornán keresztül, de a lényeg az, hogy nem tud együttműködni mondjuk a politikának a 2, 3, 4 rivális oldala nagy, hosszú távú kérdésekben, mert mindig a totális győzelem vagy a totális vereség lesz a tét a következő választáson, ami lehetetlenné teszi azt, hogy akár 2 vagy 3 fontos nemzeti ügyben legalább az irányokban egyet lehessen érteni. Ez egy sokkal komplexebb probléma ennél, de a lényeg az, hogy ma az egyik leggyakrabban kutatott politikatudományi kérdéskör az az, hogy miközben szeretjük a konfliktust és szeretjük a polarizációt, hogyha demokratikus társadalmakban szeretnénk élni, akközben van ennek egy egészségtelen mértéke, és nagyon sok fejlett demokrácia is, és Magyarország is, erre is vannak egyébként hazai tanulmányok is, ebbe az egészségtelen mezőnybe került már régen, ami a politika alapfunkciójának az ellátását kezdi lehetetlenné tenni. Bocsánat, csak egy nagyon rövid anekdóta ide, hogy szerintem volt egy olyan pont, és nagyon keveset beszélünk erről, de hogy amikor volt egy összefogási lehetőség, és ugye ez az egyik ilyen szembejövő nagy probléma, hogy ez az egész járványok kérdése, és amikor a Covid kitört Magyarországon, és abban a február-márciusi időszakban, akkor volt egy olyan nap, nem tudom mennyire emlékeztek, amikor Kocsis Máté összehívta az összes parlamenti párt frakcióját, hogy akkor most üljünk le együtt, és ez egy olyan probléma Magyarország előtt, amivel nem szembesültünk szerintem soha még ilyen szempontból, és akkor próbálják meg együtt megoldani. És természetesen utána egy nappal később ugye jött arra a válasz, hogy hát persze, hogy nem tudjuk megoldani ezekkel a hazárulókkal, és gyorsan visszavettük, mert a Fidesz visszavette magának a kezdeményezést. De például ez egy olyan kérdés, hogy nincsen semmifajta igény se az ilyenfajta együtt mondjam, nemzeti nagykoalíciós megoldásokra sem. De hogy bocsánat, igény az talán lenne, de ez egy öngerjesztő folyamat. A politikai vezetőkben nincsen ilyen szempontból igény. Én azt gondolom, hogy a totális politikának az idejét éljük, amit te is mondtál, aminek a hatása egyébként borzalmasak, szóval nem csak Amerikában, Magyarországon is, de hogy ez azért van, mert hogy nincs igény az ilyenfajta konszenzuális víziókra, mert amit mondtál, majd megoldjuk, amikor odaérünk. Igen, mondjuk ez a totális politika kora, ez lehet, hogy egy kicsit félrevezető. Egyébként van egy nagyon érdekes fogalom, amit egy belga politológus alkotott meg, ez a hiperpolitika, Anton Jégernek a fogalma, ami pont ezt a totális politikát írja le, de hogy közben azt is leírja, hogy a totális politikai szembenállás, vagy a mindent felemésztő ilyen polarizáció, meg konfliktus az nem a valós tétekre helyeződik, hanem onnan mindig kibillen valahova egy ilyen szimbolikus ügyre, és hogy olyanokkal lehet ezt leírni, hogy például amikor hogy az Egyesült Államokban a Black Lives Matter-nek azok a nagyon fontos strukturális témák, amiket felvetnek, hogy milyen strukturális egyenlőtlenségek vannak, az egy adott ponton egy ilyen szobrok körüli önmagában való konfliktussá válik, miközben az a tény, az megmarad, hogy komoly strukturális egyenlőtlenségek vannak a társadalmon belül. Tehát, hogy ez a hiperpolitika fogalma. Na mindegy. Itt van egy érdekes paradoxon, ami szerintem lehetne változtatni, és mi kicsit ezen is dolgozunk, nevezetesen, hogy a politika nem szakpolitika köré szerveződése az a kisebb ellenállás. Könnyebb mozgósítani nagyon sok választót egy-egy választás alkalmával, identitáspolitikai kérdésekkel, szimbolikus kérdésekkel, élethalál, harc retorikával, és ez biztos, hogy így van. Ugyanakkor viszont a politikának a mozgásterét is beszűkíti, a tényleges feladata ellátásában az, hogyha lehetetlenné teszi maga számára a közpolitika alkotást, és adott esetben a közös munkát, alkuk keresését a politikai ellenfelekkel. Márpedig, hogyha egy választás választás tétje nem az, hogy az én vízióm fog érvényesülni, vagy a te víziót fog érvényesülni, hanem az lesz a választás tétje, hogy vagy te semmisülsz meg, vagy én semmisülök meg, akkor ez e felé fogja terelni ezt az egész történetet. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon káros folyamat, és nem azért, mert én nem szeretem a konfliktust, politológus vagyok, szeretem a konfliktust. Ez a politikának a lényege. Azt gondolom, hogy nagyon sok más helyzethez a világban hasonlóan van a konfliktusnak egy egészségtelen mértéke, és van egy egészséges mértéke. De válaszolván a te kérdésedre, amelyre még nem válaszoltam, van erre nyitottság, amit mi csinálunk? Én azt látom, és ezért vagyok egy kicsit megértő a politikával szemben, és ezért hangsúlyozom az öngerjesztő jellegét ennek a folyamatnak, hogy a politikának sem jó ez feltétlenül. Vannak igenis olyan politikusok az élvonalban, akiket érdekel a szakpolitika, akik gondolnak valamit Magyarországnak a valós problémáiról, akiket intellektuálisan felpesdít az, amikor ezekről a kérdésekről beszélhetnek. A probléma az, itt jön be az öngerjesztő jellege a dolognak, hogyha ő a választók elé lép egyszer csak a semmiből nagy ívű szakpolitikai víziókkal, adatalapú szakpolitikai megoldások javaslásával, akkor az vízhangtalan fog maradni, mert hozzászoktattuk magunkat ahhoz, hogy nem erről szól a politika, hanem arról, hogy hogyan faljuk fel egymást. Szerintem ez hosszú távú építkezés lesz ennek a visszafordítása, ugyanúgy, hogy ahogy nem egyik napról a másikra ment az sem, hogy belekormányozzuk magunkat ebbe. Az Egyesült Államokban ez egy 50 éves folyamat, amire eljutottunk oda, ahol most vagyunk. Szerintem tanulnunk kellene abból a sok hibából, amit ők elkövettek ezen a téren. És még csak ehhez a témakörhöz szerintem az is egy fontos kontextus, hogy nagyon lecsökkent az a képesség, amit egy állam meg tud valósítani, tehát igazgatási, erőforrás, mozgósítási képessége az, hogy nagy projekteket, nagy víziókat kivitelezzen, és ez látszik globálisan is, meg Magyarországon is látszik, tehát pont a múlt heti törvény, hogy törvényeket megfogalmazni is már nehezen működik, hogy a veszélyt oda rakjuk ki, ahova kell, de hogy ez egy sokkal általánosabb dolog az, hogy egyáltalán nemhogy a problémákat megoldani, de hogy felmérni a problémákat, tehát hogy rendelkezik-e az állam azzal a fajta szakbürokráciával, amely képes a társadalomnak a valós képét feltárni és megérteni, hogy egy adott probléma miért van. És hogyha ez állandósul, mert pedig ez is szerintem egy ilyen évtizedek óta tartó folyamat, akkor az állampolgárokban egyébként teljesen érthető módon alakul ki az a fajta fásultság, vagy cinizmus, vagy szkepticizmus, hogy egyáltalán minek beszélni ezekről a nagy víziókról, hogyha a kivitelezés aztán úgysem tud megvalósulni. Ja, ez szerintem egy dilemma. Engem nagyon izgat az, amit most mondasz, mert szerintem ez a szakpolitika lényegére mutat rá, ami egyrészt szakma, másrészt politika, és a kettő együtt. Tehát itt szerintem az a kérdés, hogyha te érzékelsz egy ilyen problémát, hogy gond van az állami kapacitásokkal, és ez tény és való. Tudjuk egyébként azt is, hogy lehet fejleszteni az állami kapacitásokat, az Egyensúly Intézetnek erre van szakpolitikai javaslatcsomagja amúgy. Tehát tudjuk ezt a problémát, el tudjuk ezt beszélni az állampolgároknak úgy, hogy ők egyrészt értelmezni tudják ezt a problémát, a saját életükre tudják vonatkoztatni ezt a problémát, és támogatást tudunk-e szerezni ahhoz a cselekvési tervünkhöz, hogy ezen változtatni tudjunk. És szerintem itt jön be a szakpolitika és a hatalmi politika találkozása, és ideális esetben az együttműködése, hogy én megmondom a politikusnak, hogy figyeljetek, senkinek nem jó az, hogy egyébként többek között a polarizáció miatt, egyébként pedig még nagyon sok minden mások miatt is az állam egyre kevesebbet tud végrehajtani azokból a célokból, amiket kijelöl magának. Ez senkinek sem jó, neked sem jó, akármeddig leszel hatalmon. Tehát én ezt elmondom neki, ő innentől kezdve a társadalomnak az erőforrásait be tudja állítani ennek a problémának a megoldása mögé. És az Egyesült Intézetnek a munkája az arról szól, hogy mi megjelölünk ilyen problémákat, amiket mi össznemzeti problémáknak tartunk, illetve össznemzeti kitörési lehetőségeknek, és megpróbáljuk megértetni a politikusokkal azt, illetve elbeszélni az ő nyelvükön is azt, az ő logikájuk szerint azt, hogy ez megéri azt az erőfeszítést, hogy az embereket, a pártstruktúrákat, az állami struktúrát mozgásba lendítsük ennek a megoldása érdekében, már csak azért is, és ilyen szempontból viszont egyszerűbb lett a szakpolitika, hogy annyi adatunk, annyi empirikus ismeretünk van, annyi tapasztalatunk van már a világból, és ezek olyan könnyen hozzáférhetőek, hogy nagyon-nagyon sok jó gyakorlat megvizsgálható, összevethető a hazai viszonyokkal, és ami jó, ami tetszik, ami már bizonyítottan bevált, azt itthon is lehet alkalmazni, és ehhez persze kell egy állami kapacitás, amelyik ezt végre tudja hajtani a gyakorlatban. Szerintem beszéljünk is erről, jó, hogy mik azok a kitörési pontok, amiket ti láttok hogy miben lehetne fejlődni Magyarországnak, mik azok a területek. Itt most elsősorban a ti általatok megfogalmazott szakpolitikákra vagyok kíváncsi, hogy hol látod, hogy hol kéne beavatkozni, és milyen gyorsan, és főleg azt szeretném még megkérdezni még plusz kérdésbe, hogy ugye amikor beszéltek ti is, azok 10-20 éves időtávlatban vannak. De amikor mondjuk itt beszélgetünk arról, hogy mit kéne csinálni mondjuk holnap, vagy lehet valamit olyat csinálni, ami egy pár, akár csak egy pár év alatt valamilyen gyümölcsöt hoz, kérlek ezt is majd emeld ki, amikor beszélsz arról, hogy hol látod a beavatkozási pontokat, hol lehetne javítani az országunknak a lehetőségeit. Jó, hogyha változatosan össze akarom foglalni, az Egyensúly Intézetnek van egy Magyarország 2030 című politikai víziója, nem pártpolitikai, hanem szakpolitikai víziója. Ebben mi 3 beavatkozási területet jelöltünk meg, ezekről beszéltünk majd bővebben is. Szerintünk először is, különösen a klímaválságnak a kontextusában biztosítani kell Magyarország létfeltételeinek a tovább élését. Magyarul a tiszta környezetet, a fenntartható környezetet, a tiszta ivóvizet, egészséges élelmiszereket és így tovább, és egyúttal alkalmazkodnunk kell az átalakuló világgazdasághoz, amelyik egy dekarbonizált, tehát szénmentes, ha úgy tetszik, kibocsátás csökkentett gazdaság, közlekedés, életmód lesz. Ez az első, tiszta Magyarország, mi ezt így hívjuk. Ez egyébként nagyon sok minden mást is magában foglal, az intézmények tisztaságától kezdve az életünk általános rendezettségéig. Tiszta Magyarország, ez az első pontunk. A második pontunk az az okos Magyarország, ez szerintem egyébként szakpolitikailag a legizgalmasabb rész, nevezetesen, hogyha Magyarország elég jól áll fizikai infrastruktúrában, közlekedés, szárítás, digitális infrastruktúra, ezekben nagyon jól állunk európai összevetésben, de kiugróan rosszul állunk humán erőforrásban, emberi erőforrásokban, nevezetesen az emberek tudásában, egészségében, jólétében, alkalmazkodó készségében, akkor egyértelmű, hogy a következő 10-20 évben számolatlanul kell öntenünk a pénzt az emberi erőforrásoknak a fejlesztésébe. Elsősorban a közoktatás fejlesztésében, de emellett egy jól működő népegészségügyi rendszernek a létrehozásába, illetve egy olyan hálónak a kialakításába, amelyik megakadályozza azt, hogy az egyre fogyó magyar népességből egyre többen kihújjanak egyszerűen azért, mert túl szegények és nem tudnak onnan elmozdulni. Tehát tiszta Magyarország, okos Magyarország. És a harmadik, ami szerintünk nagyon fontos lenne, igazából erről beszéltünk eddig, az egy közös Magyarország lenne, a magyarok közösségének a megerősítése, nevezetesen, hogy fel tudjuk-e fedezni azt, hogy a magyar nemzettudat a kialakulásának pillanatában, tehát a 18.-19. század fordulójában az egy pozitív, jövőbe mutató, ha úgy tetszik, projektalapú nemzettudat volt. Ez valahol kisiklott, ez egy nagyon sokat tárgyalt téma, nagyjából az első világháború tájékán egy sérelem alapú, bezárkózó, kicsit paranoid, állandóan szorongó nemzettudat lett, illetve az ország egyik fele már nem is nagyon mer nemzetről beszélni, mint hogyha ez nem lenne egy fontos dolog, de szerintünk a magyar nemzettudat a születése pillanatában egy nagyon másmilyen, sokkal pozitívabb és cselekvésre ösztönző nemzettudat volt, amiről érdemes lenne beszélni, hogy hogyan beszéljünk mi magunkról, magyarokról, hogy az ne gátoljon minket a jövőbe jutásban, hanem eljussunk együtt a jövőbe, és nagy dolgokat tudjunk ennek köszönhetően is végrehajtani, mert erre is nagyon sok adatalapú kutatás van, hogy a közösségi kohézió, a pozitív jövőben mutató nemzettudat, az forintban kifejezhető erőforrás, előny. Az nem csak arról szól, hogy érezzük magunkat az életünkben, mert arról is szól, tehát hogy van egy otthonosságérzetünk, van egy bizalmi kötelék viszonyunk a társadalomban, de ez arról is szól, hogy mit tudunk közösen végrehajtani, ahelyett, hogy egyfolytában azt néznénk, hogy hol fog átverni minket a másik. Tehát szerintem ez a 3 pillér van, aminek nagyon-nagyon-nagyon sok szakpolitikai leágazása van. Az Egyensúly Intézet, amióta működik a nyilvánosság előtt, az elmúlt most már 3,5 évben nagyjából 20 konkrét szakpolitikai területen dolgozott ki ehhez kapcsolódó szakpolitikai javaslatokat, az oktatástól kezdve az állami kapacitások fejlesztésén át nagyon sok környezetvédelmi, klímapolitikai, szakpolitikai javaslatcsomagig. És azt gondoljuk, hogy ez lenne a kulcsa nagyjából annak, hogy egy kicsit kibillentsük magunkat a történelmi pályáról. Akkor beszéljünk az oktatásról, mert szerintem ilyen szempontból ezáltal áll a legközelebb abba a spektrumba, hogy mindenki érzi, hogy itt valami nagyon komoly baj van, ugye erről van egy politikai diskurzus is, hogy a tanárok fizetése, tanároknak a helyzete, hogyan alakul ma Magyarországon. Igen, hogy most mondjam, így ilyen oldalsó megjegyzés avval kapcsolatban, hogy ezen való rugózása a kormánynak, hogy megadja nekik a fizetésemelést, nem. Ez egy olyan, megint egy ilyen olyan érdekes politikai kérdés, amivel megint a totális politikának a rendszer. Hát nem tudom elképzelni azt a helyzetet, ahogy mondjam, hogyha szakpolitikailag gondolkozom, hogy ez egy egyetlen kérdésé válik, de mégis politikai kérdésé válik, és hogy amikor azt mondja a kormány, hogy hát, hogy ez honnan kell ezt forrást előteremteni, hát egy 40 000 milliárd forintos költségvetésben, ugye 200-300 milliárd forintról beszélünk, ugye, ha itt Lázár János kéne parafrazálnom, hát meg kéne találni neki a helyét, de ugye azt is érezzük, hogy van egy megállás nélküli zuhanása a magyar oktatás színvonalának, és van egy megkettőződése is, ugye, hogy van a közoktatásban lévő sok-sok gyermek, és ugye létrejött ugye párhuzamosan mellette különböző módokon alapítványi, egyházi fenntartásban szinte egy párhuzamos világ. Hogy ebben mit lát, hogy hogyan lehetne ebből elmozdulni, főleg abban a szempontból, hogy ebben a közös vízióban, és abban, hogy hogyan, ugye, amin az oktatásnak a célja lenne, hogy ugye felemeljünk embereket, kiemeljünk a szegénységből, adjunk nekik lehetőséget abba, hogy feljebb lépjenek, hogy ebben hogy tud a magyar oktatás szerintem most nagyon rosszul állva előrelépni. Én most nagyon udvariatlanul távolról fogok kezdeni, ami tavaly minden szerkesztő rémálma, de nagyon fontos lenne ezt megértenünk, hogy az oktatás az miért fontos. Ugye a rövid távon dolgozó menedzser szempontú politika szempontjából azért kell az oktatással valamit kezdeni, mert most a tanárok béremelést követelnek, vagy mert most éppen fogynak a tanárok. Van egy probléma, azt valahogy így be kéne söpörni a szőnyeg alá. Én azt mondom, hogy fontos lenne tudnunk azt, hogy mit akarunk az oktatástól. Tényleg nemzetstratégiailag fontos területnek tartjuk? Ha igen, akkor miért? Én azt állítom, hogy nincsen fontosabb terület ma Magyarországon szakpolitikai szempontból, de nem azért, mert most követelnek béremelést a tanárok. Azért, mert vannak olyan trendek, amikből tudjuk azt, hogy az oktatás az Magyarországnak egyrészt a szinten maradásának, másrészt a kitörésének az egyetlen lehetősége. Tudjuk azt, vannak erre demográfiai előrejelzések, hogy 2050-ben Magyarországon legalább 500 000-vel kevesebben leszünk, de van olyan előrejelzés is, hogy 1–1,5 millióan kevesebben leszünk, tehát nagyjából 8,5–9,2 millió között leszünk Magyarországon. Fogy a népesség, erről beszélünk. Fogy a népesség, és közben öregszik a társadalom, tehát egyre kevesebb aktív korúnak kell eltartania egyre több időst. Ráadásul azt is szeretnénk, hogy legalább hasonló szinten, mint most, de inkább lehetőleg éljenek jobban. Ez ugye egy matematikai képtelenség, miközben tudjuk azt, hogy a fejlett világban sehol nem sikerült megállítani még a népesség csökkenést, egészen egyszerűen azért, mert bármennyi pénzt beleöntünk, ez egy a fejlettséggel és az életmódunkkal együtt járó jelenség, amiről sokat lehetne beszélni, de ettől még tény maradt, hogy akármennyi pénzt beleöntünk, ez a bizonyos termékenységi ráta, ez 1,6–1,7 felé semmilyen szakpolitikával nem tornázható. Tehát ez egy adottság, hogy minden évben nagyjából 40 000-rel kevesebben leszünk, és ezt a szociális rendszerünk és a gazdaságunk is egyre inkább érzékelni fogja. Ebből mi következik? Vagy lejjebb adunk az életszínvonal igényünkből, vagy emeljük folyamatosan a nyugdíjkorhatárt, csökkentjük a nyugdíjakat, és csökkentünk mindent egyáltalán, amihez pénz kell, mert hogy nincs, aki kitermelje ezt a pénzt, vagy növeljük a termelékenységünket. És a termelékenységünknek a növelésében, tehát abban, hogy én, mint munkavállaló egységnyi idő alatt több értéket tudjak előállítani, ebben nekünk nagyon nagy mozgásterünk van, mert eléggé lentről indulunk. És ez pedig nyilvánvalóan egyedül az oktatás révén elérhető. Tudjuk azt a felmérésekből, hogy a magyar gyerekek, miközben vannak nagyon jó iskolák és nagyon jó pedagógiai példák, és vannak egyéni nagyon jó sikerek. Ugye ez az a hét, ahol 2 magyar nevű Nobel-díjasunk is lett, és lehet, hogy még lesz egy harmadik is, ki tudja. Tehát miközben vannak nagy egyéni teljesítmények, azt látjuk, hogy az átlagnak a teljesítménye az európai szinten az átlagnál valamivel rosszabb, és bizonyos tényezők tekintetében kiugróan rossz. Mondok egyetlen egy példát, az egyre fogyatkozó számú gyerekből minden egyes évfolyamnál 12% úgy hagyja el a középfokú oktatást, hogy nem szerez középfokú végzettséget. Ezek az korai iskola elhagyók. Ez 12% Magyarországon, ami 2-szer akkora, mint a régiós átlag. Tehát a közvetlen versenytársaink átlagához képest ez 2-szer akkora, de az Európai Uniós átlag is 10% körül van, vagy valamivel alatta van. 12%-ról mondunk le minden egyes évfolyam esetében, miközben ugye azért panaszkodunk, és teljes joggal, hogy nincs elég munkaerő, nincs elég képzett munkaerő, és nem tudjuk, hogy ki fogja kitermelni a nyugdíjat, a GDP-t, a nem tudom micsodát, 30–40 év múlva. Emellett a magyar diákoknak a jelentős része, hogyha jól emlékszem, akkor nagyjából 1/4, az funkcionális analfabétaként hagyja el az oktatást. Nagyon-nagyon sok olyan mutató van, ami azt mutatja, hogy baj van, És nagyon sok mutató van, ami azt mutatja, hogy minden olyasmiben nagyon jók a magyar diákok, amire nincsen szükség. Nagyon jók vagyunk magolásban, sok időt töltünk azzal, hogy bemagoljuk, amit tanítanak nekünk, ezt vissza tudjuk befögni. Amiben rosszak vagyunk, az mindaz, ami a következő 50 év munkaerőpiacán biztos, hogy fontos lesz. A tanulni tudás, az idegen nyelvtudás, az alkalmazkodókészség, a rugalmasság, az önvezérlés képessége csupa olyan mérhető tulajdonság, ami el fogja dönteni azt, hogy a következő 50 évben melyik országok lesznek sikeresek, és melyik országok nem lesznek sikeresek. Tehát van egy oktatási rendszer, ettől három dolgot várnánk. Készítsen fel a munkaerőpiacra, készítsen fel a társadalmi létezésre, a másokkal való együttélésre, és lehetőség szerint próbálja meg kiegyenlíteni a társadalmi esélykülönbségeket. Aki szegény, az törhessen ki a szegénységből, nem csak saját magáért, hanem értem, aki szeretnék egyszer nyugdíjat kapni. Tehát itt közös érdekről beszélünk, nem csak azoknak az embereknek az érdekeiről, akiket ma az út szélén hagyunk. Hogyha tudjuk azt, hogy van egy rendszer, amitől ezt a három dolgot várjuk. Tudjuk azt, hogy ezt a három dolgot a magyar oktatási rendszer nem végzi el, nem tudja, és itt megint nagyon riasztó számokat tudnék mondani, nem fárasztalak most ezzel titeket, de nagyon látványos az, egyetlen egy számot hadd mondjak, minden évben, amikor egyetemet kezdenek, vagy felsőoktatást kezdenek az adott évfolyamba tartozó gyerekek, ezek közül 1% az, aki szegény családból jön. 1%, 99, az már a születése pillanatában arra lett predesztinálva, hogy ha akar tovább tanulhasson, és az, hogy 1% van, aki szegény családból jön, az két dolgot jelenthet, vagy az, hogy a szegények genetikailag alávalók, én ezt nem hiszem, vagy az, hogy valami nagyon rosszul működik a magyar közoktatásnak a rendszerében. Az, hogy én hova születek, milyen jövedelmű volt a családom, milyen iskolában kezdhetem el a tanulmányaimat, az 60%-ban eldönti azt, hogy 50 évesen mekkora lesz a jövedelmem. Ez brutálisan magas szám, főleg, hogyha összevetjük más országokkal. És még egy szám, az utolsó szám, szoktam érni az OECD azt, hogy a társadalom legszegényebb 10%-ába tartozó gyerekeknek mennyi munkájukba kerülhet az, hogy eljussanak az átlagnak a szintjére. Nem a szupergazdagok közé, hanem az átlagnak a szintjére. És ezek a számok azt mutatják, hogy mi nagyjából Chilével vagyunk egy szinten. Magyarországon 7 generáció munkájába telik az, hogy egy gyerek, aki szegény családba született, az átlagnak a szintjére eljuthasson. Itt most nem riogatni akarom a nézőket vagy titeket, meg minket mindig az érdekel, hogy mi az, amiből tovább lehet lépni. Azt szeretném megmutatni, hogy látunk egy alrendszert, az oktatást, amitől elvárunk 3 fontos funkciót, és ezeket a funkciókat láthatóan most nem látja el jól. Látjuk viszont azt, híres, nevezetes oktatási reformokból, Finnország, Lengyelország, bizonyos értelemben Portugália, és még van Észtország, látjuk azt, hogy milyen beavatkozási pontokon lehet javítani ezeken a rendszereken, akár 5-10 éves távlatban, tehát nem 50 éves távlatban kell gondolkodni. És szerintem ott kezdődne a vizionárius politikaalkotás, hogy a politika arról szóljon, amiről szólnia kell, hogyha ezeket a problémákat mindenki tudja, mindenki felméri, akkor nem azzal törődünk, hogy mikor megyünk ki az utcára, és akkor hogyan tudjuk ezt a problémát éppen akkor orvosolni, ezt is lehet, de szerintem, hogyha az országot szeretnénk kibillenteni a pályáról, akkor azon kell elgondolkodnunk, hogy mit tudunk átvenni azokból a reformintézkedésekből, amik már beváltak, mi az, ami Magyarországon ténylegesen probléma, és mi az, amit mondjuk a finn modellből nem lehetne alkalmazni Magyarországon, és össze kell gyúrni egy ilyen reformot, ezt az Egyensúly Intézetéként megtettem, hogy 6 nagy probléma területen, a tanárhiánytól kezdve a teljesítményhiányon át, az oktatás szervezésnek a korszerűsítéséig, illetve az informatikai alapú megoldások bevonásáig kidolgoztunk egy ilyen szerintem nagyon jó reformcsomagot, de hogyha valaki a miénket nem akarja, akkor is valamit gondolnia kell arról, hogy ez az oktatási rendszer, ez hogyan fogja tudni ellátni azt a funkcióját, ami a legfontosabb funkció ma Magyarországon az összes alrendszer közül. De bocsáss meg, amiről te beszélsz, az elvileg ugye mindegyik szám, amiket mondasz, hogy különböző felmérések, különböző, tehát kézzelfogható jelzések. Amikor a magyar oktatásnak a vezetői vagy irányítói ezeket látják, akkor ők nem ugyanebben a rémülettel néznik ezt, mint amivel most mi nézzük, ugye nekem ez az 1% döbbenetes volt, szóval amit mondasz, hogy elvileg ugye ezt látszik, szóval ez évről évre látszik, hogy és ehelyett ugye nem ez történik, hanem ugye folyamatosan ugye forrás vannak ki ebből az alrendszerből, ami szerintem a legfontosabb dolog. Az a kérdésem, hogyha mondjuk most Pinte Sándor ma reggel, nem tudom, megvilágosodna, és azt mondja, hogy jó, mindent tegyünk félre, és szeretném azt csinálni, amit mondjuk ti mondtok, vagy ebből a 7-ből mondjuk 5-öt meg szeretnék valósítani. Mennyi idő az, amíg ezt tudod implementálni olyan szempontból, hogy mikor lesz szerinted bármifajta gyümölcse mondjuk egy ilyen változásnak, és hogy ez nem egy olyan kérdés, amiben nemzeti konszenzus kéne valamilyen módon teremteni, mert ha nem, akkor ugye, akkor jól értem, akkor mindannyian rá fogunk menni, bármilyen színű pártra is szavazunk 4 évente. Ez a legfontosabb. Én a nemzeti minimumban nem hiszek, ezt már említettem, a konfliktus fontos és jó, de annak a felismerésében nagyon hiszek, hogy vannak közös érdekeink, és szerintem ezt a történetet kellene megérteni a magyar társadalomnak és a döntéshozónak egyaránt, amit az előbb elmondtam, hogy az oktatás azért fontos, mert nem szeretnénk szegényebbek lenni és rosszabbul élni 20 év múlva, 30 év múlva, 40 év múlva, és egyre rosszabbul, hanem ehelyett szeretnénk gazdagabbak lenni, és azokhoz a társadalmakhoz hasonlóan jól élni, illetve új lehetőségeket keresni, amelyekre egyébként szoktunk nézni, mint követendő mintára. Tehát ezt a történetet kellene megérteni, és ez nyilván a politika feladata, hogy ezt elmagyarázza a választópolgároknak. Én a politikusok szintjén azt látom, hogy a problémával mindenki pontosan tisztában van. De nincs pánik. De van. Pont a Partizánnak voltak kormánypárti politikusokkal is, ellenzéki politikusokkal is olyan beszélgetései korábban, még évekkel korábban, ahol nem tudtad volna megkülönböztetni, hogy melyik oldalhoz tartozik az éppen aktuális beszélő, mert mindenki ismeri a fő problémákat. Itt mindig az a kérdés, hogy mit tanult meg a politika az elmúlt 15-20 évből, hogy az oktatás az egy olyan terep, ahol lehet közös projekteken együtt dolgozni, és közösen dolgozni a nemzet felemelkedésén, vagy egy olyan terület, ahol le lehet mészárolni a másikat, és ami egy kockázatos terep, miközben bizonytalan a kimenet, sőt a kimenet gyümölcseit nem biztos, hogy én fogom learatni. Az Egyensúly Intézet azon is dolgozik, és ez egyébként egy nagyon nehéz és egyben izgalmas munka, hogy meg tudja értetni a politikával azt, hogyha elindul egy úton, egy jó úton, ami hosszú távon fog beérni, annak már azért rövid távon is learadhatók a babérjai. Egy közoktatási reformcsomag, amilyet mi kidolgoztunk nagyon-nagyon sok egyszeri lépésből összeállítva, annak nyilván a nagy strukturális részei, mondjuk a pedagógus képzésnek a megújítása, az, hogy vonzó pálya legyen a legtehetségesebb fiataloknak a pedagógus pálya, az egy hosszú távon, 15-20 év alatt beérő rész. De az, hogy az oktatás irányítást racionalizáljuk, hogy az állam nem mikromenedzselje a krétabeszerzést, hanem hagyja a tanárokat tenni az ő dolgukat, és az állam azzal foglalkozzon, ami az ő dolga, és amire neki van kapacitása, az egy 1-2 év alatt beérő dolog lenne. Nézzük meg a lengyel oktatási reformot, akik nem a 70-es években vagy a 80-as években kezdtek neki az ő saját nagy oktatási átalakításoknak, hanem a 2000-es évek elején, és már az első PISA-mérésekkel látszott az eredménye annak, hogyha hagyják a tanárokat például dolgozni és végezni a munkájukat, akkor azok a tanárok azért tudnak valamit csinálni, mert mégiscsak ehhez értenek. De jól értem, akkor az történik a valóságban, hogy ahelyett, hogy ebből egy ilyen konszenzuális kérdést csinálna a magyar politikai elit, ehelyett inkább az történik, hogy egy napi politikai szintű kérdésé válik, egy ilyen lemészárolós gyűlöletkeltés válik, és az válik belőle, hogy ne lehessen egymásra találni ebbe. Ugye ez a totális politikának a célja, hogy ne lehessen egy közösen azt mondani, hogy igen, mi szeretnénk 20 év múlva elérni valahova. De ugye, ha ezek elmaradnak, akkor ennek ugye látszik, hogy ennek a katasztrofális következményei lesznek. Már szerintem igazából vannak, mert ha jól értem, akkor igazából az történik, hogy aki megteheti ezt, az kiszedi a gyermekét a közoktatás valamilyen szintjén, vagy magán iskolába iratja, vagy pedig elit intézmények felé tereli őket, mondjuk a gimnázium végéig, és a legtehetségesebbeink, ha jól értem, akkor elhagyják az országot. Szóval van egy ilyen nemzethalál is ebben a kérdésben, ami 15-20 év múlva szerintem már itt kopogtat rajtunk. És egy részében, a másik pedig már ugye itt van már most is, hogy ha megnézzük azt, hogy a Fazekasból hány ember megy el külföldre, egyetemre, és utána hány ember fog majd visszajönni, ezt nem pontosan tudjuk, hogy hány ember fog visszajönni, mert erre még nincs teljesen adatunk, az azt látszik, hogy akkor ez egy teljes ilyen, hát egy ilyen kirajzás és nem visszatérés Magyarországon. Ebben hogy látod, hogy lehetne ezt megállítani, vagy hogyan lehetne legalább ebből olyan szintű politikát csinálni, hogy konszenzussá váljon, hogy itt kell lépni. Ugye elvéletileg a magyar lakosságnak a nagy része valamilyen módon ebben a kérdésben érintett, tehát vagy gyereke van, vagy unokája van, szóval ez egy konszenzuális kérdésnek kéne lennie, de mégse az. Bocsánat, csak szerintem erre rá szeretnék egy picit csatlakozni, hogy igen, ez a politikai polarizációnak a kárhoztatását, ezt abszolút aláírom azzal együtt, hogy én is nagyon konfliktuspárti vagyok a politikában, de hogy azt is gondolom, hogy a jelenlegi problémáink egy jelentős részében van egy olyan ellentmondás, hogy maga a probléma teszi lehetetlenné a megoldást, olyan értelemben, hogy az oktatásra nézzük meg az oktatásra, hogy ez az 1%, hogy csak a szegény családokból csak 1%-uk jut el egyetemi oktatásig. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok embernek a hétköznapi tapasztalata az, hogy az oktatási rendszer az valójában egy elitnek az újratermelési eszköze. Tehát az a tapasztalata, hogy az oktatási rendszernek ez a funkciója a társadalomban, hogy újratermelje az elitet és az elit távolságát. És hogy igazából csak ez a kérdés, hogy abban a helyzetben, ahol az emberek azt látják, hogy igen, az oktatási rendszer az ilyen szinten elit újratermelő, akkor az a történet, hogy elmeséld azt a történetet, hogy ez mindannyiunknak jó, hogyha fejleszted az oktatást, az teljesen hiteltelenné válik, vagy hogy mondjam, számomra is nem egy feltétlenül meggyőző magyarázat, vagy vízió. Egyrészt a képet, amit elmondtál nekem, én nem vagyok politikai jellemző ismerőseim más szoktak nekem mondani, ez nem ennyire egyszerű. Tehát én például nem hiszek abban, hogy az oktatásnak az alacsony szinten tartása az egy tudatos politikai összeesküvésnek az eredménye. Sokkal inkább hiszem azt, hogy megspórolása nagyon sok kockázatnak és konfliktusnak, ami viszont nagyon fontos lenne. De amiről te beszélsz, az a politikának egy alapműködése, a politikai keretezés. Mi az, amit te problémaként megjelölsz a nemzet szempontjából? Ezt el tudod beszélni úgy, hogy ezzel az egy történetté álljon össze, és abban a történetben a választó meglássa magát. Ez nem lehetetlen. Ezt az oktatás kapcsán is láttuk, de hadd mondjak egy másik példát. A fenntarthatósági, klímaváltozási kérdésekben nagyon sok országban láttuk azt, hogy a politika közérthető jelszavakkal akár be tudta hozni az embereknek a horizontjába, és meg tudta velük értetni azt, hogy a hétköznapi tapasztalatai kapcsolódnak ehhez a problémához. Így váltott sok országban a klímapolitika egy elsőrendű politikai konfliktus terepé, tehát meghatározza azt legalább részben, hogy kire szavaz a pártpárt. Tehát én csak azt mondom, hogy a politikának ez egy alapműködése, hogy problémákra rá tudja mutatni, különösen akkor, hogyha mint az oktatás esetében minden tény alátámasztja azt, amit az emberek gondolnak. Szerintem az nem mellékes, hogy tudjuk-e, hogy a magyarok mitől félnek, mire vágynak, mi az, ami nekik a sikeresség vagy a kudarcosságnak a fokmérője. És pont ebben a műsorban, a Vétóban láttam Bíró Nagy Andrást, aki kiváló kutatásokat végeznek nagyon-nagyon sok év óta, amelyekből kiderül, hogy a magyarok félnek a bizonytalanságtól, félnek a lecsúszástól, hogy a magyarok a sikerességet materiális dimenzióban értékelik, tehát ha gazdagabb vagyok, akkor boldogabb is leszek. Hozzáteszem, hogy egyébként ezt a számok nagyban alá is támasztják, mert az anyagi gazdagság az eléggé szorosan korrelál a nem anyagi jellegű boldogsággal, de ezt most tegyük zárójelbe. De a lényeg itt az, hogy egy olyan problémáról beszélünk, és még csak az oktatásról beszéltünk, amely elsőrendűen érinti azokat a kérdéseket, amelyek a magyarokat a legjobban érdeklik. Ha én politikus lennék, ahogy nem vagyok, akkor nagyon egyszerű lenne egy ilyen történetet előállítanom, amiből kiderül, hogy te, Pap Szilárd, 50 év múlva úgy fogsz élni, mint egy kutya, dideregni fogsz a lerohadó vályogviskodban, azért, mert most nem foglalkoztunk az oktatással kellőképpen. És ugyanezek egyébként a Tiszta Magyarország szintjén is, és egyébként szerintem a Közös Magyarország szintjén is megoldhatók. Ez a politika alapfeladata. Van olyan egyébként, aki a magyar politikában is ezt eléggé jól űzi, nem fogok most neveket mondani, de hogy ez nem lehetetlen feladat. Jó. Beszéljünk kicsit erről. Bocsánat, most közbevágok, csak eszembe jutott még valami, hogy mennyire a magyarok életéről szól, hogy az oktatás az nem csak erről szól, nem csak azért fontos, mert ki fogja majd kitermelni a GDP-t és fizetni a nyugdíjunkat. Az oktatási paramétereink azok nagyon szorosan összefüggenek minden mással is. Meddig élünk, hány évig élünk egészségben. Gyakorlatilag nincs olyan része az életünknek, amit ne befolyásolna már a születésünk pillanata utáni, 6 év alatt, 7 év alatt, hogy mi történik velünk az oktatási pályán való elindulásunkkor. És ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy olyan oktatási rendszerünk van-e, amelyik attól függetlenül, hogy én hova születek, milyen településre vagy milyen családban, meg tudja adni ugyanazt a sík terepet, amelyiken el lehet indulni egy felemelkedő pályán, vagy az emelkedő felé kisképzavarral élve. De ha már erről beszélünk, akkor viszont én is akkor hagyj vágjak közbe. Szerintem ez a különbség abban, hogy mi az a kormányzó képesség és a kormányzásnak az a módja, hogy a mostani kormány működik, és ugye itt van egy szerintem nagyon komoly filozófiai különbség, amit ti álltok, és hogy a magyar kormány működik, mert ők ugye a minden napot kell mindig megnyerni című játékban vannak, minden napról napra nekünk kell többen lenni, azt a fajta érzetet kell teremteni, hogy nincsen olyan kérdéskor, amiben mi lennénk a monopól helyzetben, ugye ez a mi a vízióra van, hogy ezért vannak ők ellenem, vagy ők mindig egybe akarnak lenni, abban a 3 millió embert szeretnék egyfajta monolitként kezelni, ezért nem is lehet beengedni senki mást ebbe a helyzetbe, hiszen az oktatás pedig azért egy ilyen különleges hely, mert ők nem úgy nézik ezt a kérdést, lehet, hogy van olyan politikusuk, akik értik és tudják, hogy ebből milyen katasztrófa lesz, de a politika irányítása az kommunikációs irányítás, és abban pedig azt látják, bár bocsánat, én még a cinikus ebben, hogy egy olyan csoportot pécéztek ki, ugye ez az pedagógusok kérdése, amiben nincsen szolidaritás a magyar társadalomban, pontosan le van mérve, hogy ugye egy ilyen, le van mérve, hogy velük lehet packázni, és akkor lehet velük packázni, mert nem állnak össze egy tömbé, nem állnak ki, mert hiányzik az a fajta nemzeti konszenzus, hogy nincsen jobb és baloldali pedagógus, hanem olyan pedagógus, aki a gyermekeinket neveli. És ebben szeretnék átkötni a másik témánkra, hogy még van időnk erre beszélni, ez a nemzeti konszenzus, hogy ezt hogyan képzeljétek el, vagy mit gondoltok erről, olyan távolinak tűnik bármilyen székből, hogy létezhet egy ilyen újra összeállás, vagy egymásra találás. Ugye amit mondtál, hogy volt ilyen régebben, szerintem a NATO csatlakozás sokkal jobban ilyen volt, és ugye milyen érdekes az, hogy a NATO csatlakozást az a Horn Gyula propagálta elég erőteljesen, aki korábban ugye ennek a másik oldalán állt, és az EU csatlakozást is kicsit ilyennek látom, utólagosan kicsit már más a fénye, de ugye Orbán Viktor volt annó még ellenzékben az európai csatlakozásért felelős bizottságnak az elnöke, akkor tudta, hogy ebbe ilyen konszenzusba kell lenni, és onnantól kezdve én azt gondolom, hogy amit mondtam, hogy a szociális népszavazástól kezdve én nem látok még olyan bármifajta törekvése, hogy bevonjunk más oldalról, vagy a kormány bevonjon más oldalról bárkit is abba, hogy egy konszenzus teremtsen, akár egy 8 vagy 10 milliós konszenzust arra, hogy az ország mellé megy. Szóval ebben fájóan hiányzik ez, és szerintem a mi országunknak egyébként egyik sorstragédiája, hogy nincsen ilyen pont, és mindenki a másokat akarja legyőzni, és ez a fajta politikai kultúra lett szerintem most már a mindennapunknak a része. Ebben hogyan lehetne változtatni, vagy ez inkább egy ilyen naív álom, hogy újra lehessen keresni valamit, amiben egyetértünk, hogy ne pusztuljunk el? Én azt gondolom, hogy azt lenne fontos tudatosítani, és mi ezen is dolgozunk a politika döntéshozó pozícióiban levő szereplőivel, és én itt egyébként nem egyik oldalra osztanám a felelősséget, de ez egy külön, meg nem is vagyok politikai elemző, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk, de azt érdemes megérteni mindenkinek, aki ma politikával foglalkozik, vagy azt tervezi a következő 30 évben, hogy a tűzoltó jellegű politika az a saját mozgásterét szűkíti egyre inkább, hogy haladunk előre az időben. Hogyha megnézed az elmúlt, nem tudom én, 20 évnek a politikáját. Mondjuk, hogy az EU-s csatlakozástól kezdve a mai napig tartó politikát, és itt ugye több kormányzati ciklus is volt eközben, akkor azt látod, hogy egyre sűrűsödő és egymást követő válságokkal szembesülünk, ahol próbáljuk a tüzet oltani. Ezek mind olyan válságok, amelyeknek a valódi kockázatait már jóval korábban láttuk. Legyen szó akár egy állam működésének a szerkezetéről, költségvetési szerkezetről, bizonyos reformok nem meghozásának a problémájáról, legyen szó az energiaátállásról és a fenntartható fordulatnak a végrehajtásáról, legyen szó a közoktatás problémájának a beéréséről, vagy éppen a magyarok egészségügyi állapotának a nagyon súlyos katasztrofális helyzetéről, ami az elsődleges oka volt egyébként a kiugróan magas COVID-halálozásnak. Csupa olyan problémával szembesülünk ilyenkor, amikről tudtunk, és pontosan tudtuk, hogy egyszer ránk fog szakadni. Tehát én azt mondom, hogy nem lehet megsporolni itt a politikai elitnek, és egyébként nekünk, véleményformálóknak a felelősségét, tehát nem magától alakul ki ez a konszenzus, meg nem magától fogjuk felismerni választók szintjén a fő problémákat, ezért tenni kell, politikának is, nem politikának is. Csak azt mondom, hogy a fő elv, amit itt fel kéne ismerni, hogy a mai hosszú távú intézkedéseknek a bevezetése és a vízió alkotásra képes szakpolitika alkotásnak a megtanulása, az pont azt szolgálná, hogy te, mint politikus, holnap után ne a következő tüzet oltsd, hanem esetleg azt nézd, hogy hogyan tudsz több forrásból gazdálkodni, és hogyan tudod a szűkülés után tágítani a saját mozgásteredet. Tehát ez olyan szinten közös érdek, amiről beszélünk, hogy szerintem a politikában aktív politikusként, a napi csatározásokban résztvevő politikusként is eminens érdekről van szó. Tehát mindenkinek érdeke, tény és való, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy mostantól ezekkel a problémákkal is elkezdünk foglalkozni. Ennek egy módja az, hogy a politikai diskurzusba emeljük, és annak a részévé tesszük kezeljük ezeket a problémákat, és e köré szervezzük a politikát. Ha valaki fél ettől, és azt gondolja, hogy a kisebb ellenállás felé érdemes haladni legalább a konfliktusos politika terepén, még akkor is nagyon sok mindent meg lehet csinálni, ha úgy tetszik a színfalak mögött, hogyha arra van kellő politikai akarat. De szerintem nagyon sok országnak a példájából látjuk azt, ezek a saját sorsukat megfordító országok, hogyha megvan a politikai akarat, és megvan az a bölcsesség, az a felismerés, akár a politikai elitben, akár a választókban, akkor nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent lehet csinálni, nagyon messzire el lehet jutni. Bocsánat, túl lelkesedtem, de nagyon hiszek abban, hogyha van felismerés, akkor lehet változtatni. Igen, de igazából nem válaszoltál arra a kérdés, hogy szerinted mik azok a... Hogyan kéne ezt elkezdeni? Szóval mi az a nulladik lépés, ami kiemel... Ugye a mostani politika szerintem két ilyen érzelmi rendszerben működik, vagy két ilyen fogalom körül, a gyengeség, erősség, ugye ez a dihotómiája, a másik az, hogy hoz-visz, hogy akkor, és kb. Minden politikai döntés körülbelül ebben megy, és amikor azt mondod, hogy nem tudom, van egy szakpolitikai javaslat, akkor én hallom azt a politika csinálókból, hogy ez túl bonyolult, ezt nem érti senki, vagy akár, vagy ezt hogy tudod ezt elmondani akár egy mondatban, ugye ez az egyik oldal, a másik oldal pedig azt mondja, hogy hát ezek úri huncutságok, ezek ilyen, nem tudom, liberális elhajlások, és a gyengeség jele, aki nem így fogja, így két kézzel az asztalt, és megmondja, hogy erre kell menni. És ebben én őszintén nem látom azt, hogy hogyan lehet ezt, hogyha nem, ugye a Covid-ból se azt szűrtük szerintem le, most így össztársadalmilag, hogy mit kell javítani, vagy mi történt a Covid alatt, ugye becsapódott a Covid hozzánk, a fél ország mit gondol róla, más gondol róla, mint a másik fél ország, ugye, de ez máshol is így van, de az, hogy ugye ott egy gyors tűzoltás volt, amit mondtál, gyorsan megemelték és rendezték az orvosoknak a bérét valamilyen módon, és utána az, hogy ebből mit szűrtünk le, hogy mit kéne javítani, hogy hogyan van katasztrofális állapotban a magyar egészség, hogy ott még jobban, ugye még gyorsabban, ugye mert ez ugye napi probléma, vagy napi élethalál szint, hogy tényleg kiépül teljesen párhuzamosan a magánegészségügy, és akinek van pénze, az meg tudja venni a szolgáltatást, amit egyébként nem tud megkapni az államiba, és ennek a szintje egyre jobban és jobban nő, de hogy hogyan lehet ezt áttörni, ezt a fajta közönyt, anélkül, hogy ebbe a jaj de gyenge, jaj de naív vagy, jaj de hülye vagy csapdába beleessen a politikus. Én ezt nem látom, és azt se látom, hogy a mostani politikai generáció igazából ennek a felelősségnek a valós tudatában lenne, most nem feltétlenül a kormányzati oldalon, hanem a nem kormányzati oldalon is, hogy amivel nekik szembe kéne kerülni, vagy szembesülniük kéne, hogy 20-30 év múlva mik várhatók a Magyarországon, mint egésszel, hogy abban ők hogyan mozognak. Ezt a tudással, vagy ennek a tudásnak a vágyát se látom bennük. Hát én politikai elemezni továbbra sem fogok, de amiről most beszélsz, az szerintem a politika egyik legcsodálatosabb része, nevezetesen a politika valóságot teremt. Tehát ha azt jól csinálják, és a politikát lehet jól csinálni, és nem látom be azt, hogy Magyarország miért lenne kivétel a természetnek ezen törvénye alól, akkor meg tudja alkotni azt a történetet, ami tömegeket tud mozgósítani jó célok érdekében. Az Egyensúly Intézet, mint szakpolitikai agytröszt, ezt már említettem, egyik oldalnak a győzelmét vagy a vereségét sem igyekszik előmozdítani. Mi legyártottunk egy víziót, amely mellett nagyon hosszan és nagyon szenvedélyesen tudunk érvelni, és innentől kezdve a politikának a dolga az, hogy mit kezd ezzel a vízióval. Mi olyan víziót alkottunk, amelyhez kormányoldalról, ellenzéki oldalról, új szereplők részéről, jobbal, zöld, konzervatív, liberális, nem tudom, bármilyen oldalról lehet csatlakozni, hogyha valaki gondol valamit Magyarországról. Mi bárkinek felajánljuk ezt a víziót, azt ne várd el tőlem, hogy én leszek az, aki egy pártot megszervez és győzelemre viszi ezt az ügyet, mert szerintem én nagyon hiszek abban, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért, ami az ő kompetencia körébe tartozik, és nagyon sok jó kezdeményezés azon szokott elbukni, amikor mondjuk valaki, aki szakpolitikával kezd foglalkozni, hirtelen rájön, hogy ő jobban tudná csinálni, mint a politikusok, a politikának azt a részét is. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy ahogy egy szerkesztőség is úgy működik, hogy kell az operatőr, kell a szerkesztő, de ők nem fognak műsort vezetni, ugyanígy a politika is úgy működik, hogy nekem az a dolgom, hogy az akadémiai tudást lefordítsam a politikának a logikájára, a politikának a nyelvére, ezt a tudásom szerint igyekszem a lehető legjobban megtenni úgy, hogy figyelemmel vagyok a politika logikájára is, de azt nem tudjuk megspórolni, és itt választóként nem tudjuk megspórolni, hogy kiköveteljük a politikai elittől azt, hogy olyan típusú politikát folytasson, ami szerintünk hasznos lenne az ország számára. De én azt látom, és ezt nagyon-nagyon őszinte hittel mondom, hogy mind kormány oldalon, mind ellenzéki oldalon, mondjuk az oktatás ügyében vannak nagy elszántságok, és van, tehát hogy nem azon megy a vita, hogy amit én most elmondtam, az igaz-e vagy sem, hanem azon, hogy mennyire kockázatos politikailag. Tehát itt érdemes gondolkodni a választónak is, a saját szavazói stratégiáját tekintve, illetve a politikusnak is, hogy mit tud kezdeni azzal, hogy amikor mindenki tudja, hogy mi lenne a helyes irány, senki nem mer elindulni ebben az irányban. De ez már a politikai elemzésnek a része. Igen, de annyiban azért mégsem a politikai elemzés része, hanem egy tágabb társadalmi probléma, ami egyébként a közös Magyarország részéhez is kapcsolódik, hogy amikor azt mondod, hogy igen, a választók ilyen szempontból tudják alakítani azokat a paramétereket, amin belül a politikus azt méri, hogy neki megéri ezt megcsinálni, vagy nem. Tehát, és hogy szerintem az viszont szintén egy fontos szempont, hogy ez nem 4 évente választáson ez az egyetlen olyan eszköz, amivel ezt meg lehet valósítani, hanem pont az, hogy felépíteni azokat a közvetítő és nyomásgyakorló intézményeket, amik képesek stabilan, hosszú éveken keresztül kifejteni ezt a nyomásgyakorlást, tehát alakítani azt a paraméterrendszert, amin belül a politikusok számítgatják a saját érdekeiket és dolgaikat. Másrészt ez a fajta stabil, ilyen közvetítő intézményépítés az, ami a tervező asztalon létező szakpolitikát képes hozzáigazítani a valódi embereknek a valódi problémáihoz, mert hogy azért egy szakpolitika nem mindenkire egyformán hat, tehát nem tudom, átállni a belső égési motorokról, az akkus motorokra, az lehet, hogy 30%-kal kevesebb munkaerőt igényel, és bár nagy totálban ez lehet, hogy a klíma szempontjából jó, de lehet, hogy egy társadalmi csoportnak. És szerintem ez a fajta ilyen közvetítő intézményi rendszer, ami amúgy lehetőséget ad arra, hogy megismerjük egymást is, tehát hogy együtt dolgozzunk, hogy társadalmi bizalom épüljön ki egymás között, bizalom azzal kapcsolatban, hogy megváltoztathatóak a dolgok. Ez szerintem a nulladik lépésedre szerintem egy ilyen pozitív kicsengési dolog. Csak az fontos látni, hogy ez nem az ilyen egyszeri fellángolások, hanem ez a stabilan éveken keresztül intézményeket, közösségeket építeni képes munka, nem az, hogy szervezünk egy tüntetést, mert azt láttuk, hogy abban... Hát igazából mindig ugyanoda jutunk ki, szóval, hogy már nem tudom, hanyadik adásban, és hogy igazából a téma az asztalon hever, szóval az egyenlőtlenségek csökkentése, aminek az egyik útja, ugye, hogy az oktatásban rengeteg pénzt kell befektetni, legyen egy olyan víziónk, amivel valaki egy nagyon szegény borsodi faluból is el tud menni egyetemre akár, vagy akár külföldre is szerencsét próbálni, de nem abban, hogy olcsó munkaerőként fogja, nem tudom, seperni a földet valamelyik nyugat-európai fővárosban, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye annyira látszódik, hogy hol vannak a beavatkozási pontok, tehát nem kell hozzá, tehát nem atomfizika abból a szempontból, hogy rendbe kell tenni az egészségügyet, rendbe kell tenni az oktatást, bele kell nyúlni abba, hogy az emberek ne abba a szegénységi állapotba süllyedjenek bele, amifele így hogy mondja, Magyarország így zuhan abba, hogy az a fajta konszenzus, ami volt akár a rendszerváltáskor, hogy azért mégis azért ne legyen akkor az olló, mint amekkora most kezd nőni, és ne az emberek sok-sok tömege éljen, szinte a minimális életkörülmények között. Én azt a feladatot látom ebben, hogy ezek például az Egyensúly Intézetnek a felvetéseit hogyan lehet utána politikává tenni, amit mondasz. Az, hogy vannak, hogy egy asztalnál ülnek emberek, okos emberek, látják, hogy mi a probléma, hogyan lehet ezt lefordítani, hogyan lehet ebből olyan üzenetet gyártani, vagy amiben mindenki ezt ugye elkezdi, hogy mondjam, így most már tényleg komolyan venni, akár a legszegényebbek is, mert ugye és az is, amit mondasz, csak ráerősítek erre, tehát, hogy a klíma, mint nagyon komoly probléma, ami Magyarországon kevésbé beszélünk róla, ugye hogy nincsen rá, nem tudom, igény nem van rá, de hogy valahogy egyrészt a kormánypárt nem akar ebben foglalkozni, mert ugye úri huncutságnak tartja, vagy ilyen jövőbeli kérdésnek, és az ellenzék pedig képtelen ebben szerintem tematizálni. de ugye a nagy konfliktus azért ott is van, hogy hiába mondják meg neked, hogy ne haragudj, használjál belső égésű motor helyett akkumulátort, és kevesebbet bocsáss ki, hát nagyon komoly lázadás van ebből, csak Hollandiában, vagy akár Németországban is. Szóval ebben a konszenzus megtalálni Magyarországon, ezt én mondom, hogy hát nagyon nehéz feladatnak. Szóval nem nehéz, hadd mondjak, most nagyon jó labdákat adtál fel, hadd mondjak két példát, bár nekem tényleg nem ez a, tehát nem kampánytanácsokat fogok senkinek adni, se kormánypártnak, se ellenzéknek, de amikor te klímapolitikáról beszélsz, belső égésű motorokról beszélsz, akkor én látok évente 13 000 halott magyart. Ennyi magyar hal meg évente a légszennyezés miatt. Ez egy szakpolitikai probléma, amit nagyon egyszerű egy mondatban érzékeltetni. Ez neked miért fontos? Szeretnéd, hogy jövőre a nagymamád meghaljon? Szeretnél te 65 évesen a légszennyezés miatt meghalni, miközben egyébként a gazdasági kiugrásunk lehetősége is abban van, hogy ettől elkanyarodjunk. Ez egy probléma. Van egy másik probléma, a klímapolitika. Ugye egy nagyon absztrakt értelmiségi dolog, a Magyarországnak az épületállománya, a lakóingatlanok 4 millió van belőlük, ezeknek a 3/4 az a 80-as évek előtt készült, és a nagy része az még állni fog 2050-ben is. Ezek az épületek kétszer annyi energiát használnak fel, mint egy egységnyi idő alatt, mint egy korszerű épület. Ezek mind nagyon bonyolult dolgok, a lényeg az, hogy az épületeket korszerűsíteni kellene. Méghozzá ahhoz, hogy elérjük a klímasemlegességet 2050-ig, évente nagyjából 100-120 000 lakást kellene felújítani. Hát ennél jobb politikai projektet, ami az embereknek tetszene, hogy az állam abban fog segíteni, hogy kevesebbet fizessél a rezsiért, hogy egyébként korszerűbb lakásban éljél, hogy korszerűbb legyen a fűtési rendszered, és ezért kezdünk el most közösen dolgozni, és minden évben lesz 100 000 lakóingatlan, és akkor szorozzuk fel ezt a családoknak a létszámával. Én nem tudok elképzelni ennél népszerű politikai programot. Nyilván kell gondolkodni rajta, hogy hogyan fordítjuk le az akadémiai tudást a politika nyelvére, és a politika nyelvét az ember hétköznapi tapasztalatára, de erről szól a szakpolitika alkotás. Abszolút értek veled, olyannyira, hogy ha már itt egymást tudjuk a labdákat, ugye mind a kettő ugye, az ellenzéki politikába felmerülő kérdés, ugye ez egész Budapest, bicikli, gyalogos, gyaloghíd, stb. Ugye pontosan ez, amit hiányzik a budapesti politika mögé, hogy az a sokkoló adat, amit mondtál, hogy hány 10 000 embernek az életét lehetne ebben megmenteni, nem is olyan hosszú távon. Ez mindig kimarad ebből a diskurzusból, mindig kimarad a politika eladásának a rendszeréből. A másik pedig az, hogy amit mondtál, lakásállomány, ugye itt azért van még egy másik nagyon-nagyon sokkoló adat, hogy ezek közül mennyi a komfort nélküli, és mennyi az, ami vályokból épült, és mennyi az, ami állandóan penészedik, és hogy ez egy mekkora százaléka, nem óriási. És ezek az emberekkel igazából szinte senki nem foglalkozik, pont azért a hozvisz gyengeség-erőség kérdéskörében, mert éppen őket nem gondolják potenciális szavazótábornak. Szóval szerintem a lehetőség az adott, és csak így megint mondom, még egyszer élni kell vele, ez egy intellektuális munka. Köszönjük, hogy itt voltál, Gábor, és azt a rengeteg mindent elmondtál nekünk. Használni kell az anyagatokat. Remélem, hogy több olyan intézet is lesz, aki egymással akár konkuráló dolgokat fognak lerakni az asztalra, hogy lehessen belőle választani, és hogy a politikai pártok fognak ebből élni, és ebből aztán politikát csináljanak. Ez volt a Vétó második folyamának második adása. Köszönjük, hogy néztetek minket, ha az adás tetszett, kérem, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van már a Vétónak saját podcast csatornája is, azt is kövessétek. A jövő héten szombaton Magyari Péter újságíró lesz a vendégünk, akivel az Európai Uniós választásról, az unió helyzetéről és az ellenzékről fogunk beszélgetni.